Üdvözlöm a kedves nézőket, Kávéjó Kolini Bori vagyok. A heti TV híreit hallják. Megemlékezést tartottak a Dohány utcai zsinagógában a budapesti gettó felszabadításának 72. évfordulóján. A budapesti zsidó hitközség ünnepségén Ács Tamás, a BZH elnöke arról beszélt, ez a nap arra kötelez minden jó érzésű, tisztességes magyar állampolgárt, hogy az egyre kevesebb holokauszt túlélő szemébe nézve ígéretet tegyen, hogy amit a magyar zsidóság ellen elkövettek, azt soha nem hagyja elfelejteni, és a történelem hamisítók által sem engedi elfeledtetni. Tóta Péter Joel főrabbi, a tábori rabbinátus vezetője felidézte, rettenetes körülmények között éltek és haltak meg ezek az egyszerű emberek, akiknek még az álmaik is szürkék voltak. Sorstalanságuk beteljesedett, mert elrabolták tőlük a sorsukat, elrabolták a felnőtt korukat, elrabolták az öregkorukat és az emberhez méltó halálukat is, fogalmazott Tóta Péter Joel. A megemlékezés végén a résztvevők mécseseket gyújtottak az áldozatok emlékére, és koszorút helyeztek el az egykori gettó falán. Az MSZP országos elnöksége egyhangulag támogatja Botka László miniszterelnök jelöltségét, közölte az ellenzéki párt elnöke. Molnár Gyula azt mondta, az elnökség teljes körűen felhatalmazta Szeged szocialista polgármesterét arra, hogy folytassa le azokat a tárgyalásokat, amelyek a jelöltállításban a tartalmi kérdésekben szükségesek a következő parlamenti választáson történő győzelemhez. Botka László elmondta, a napokban programot hirdet és megkezdi a szükséges tárgyalásokat. Emlékeztetett arra, hogy a kormányváltáshoz a többi között egy új politika, az igazságosság új politikája szükséges, amely lerombolja az Orbán rezsimet, de egyértelművé teszi, hogy nem a 2010 előtti világot kívánják visszahozni. A kormány szándékai szerint 2019-re tömegszerű intézményekben nem lesz gyermekvédelmi gondoskodás. Ennek részeként átalakul a Fóti gyermekváros is, közölte Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Kifejtette, megszűnnek a nagy zsúfolt korszerűtlen gyermekotthonok, azokat kiváltják kisebb lakásotthonokra. Ez a kiváltási folyamat most eléri Fótot is, fűzte hozzá. Pártot alapítanak az elégedetlen nyugdíjasok, az Idős Demokraták Szövetsége január végén lép nyilvánosság elé, és februártól kezdi meg tevékenységét pártként. A 2018-as választáson pedig már indulni is akarnak, de egyelőre egyetlen már létező párttal sem szeretnének együttműködni, számol be a kezdeményezésről a 168 óra. Az alapítók kifejezetten rétegpártot szeretnének létrehozni, és kizárólag a nyugdíjasokat érintő, nem megosztó témákkal foglalkoznának, mint például a nyugdíj, az egészségügy vagy az időskori diszkrimináció, amelyekben együtt tud működni a Nercbundás Rózsadombi Hölgy és a falusi templomba járó nyugdíjas is, ahogy Kabai Tibor, az IDS egyik alapítója fogalmazott alapnak. Szeretnék elérni többek között az alapnyugdíj bevezetését is. Tisztességes, fair megállapodást kell kötni az EU-nak Nagy-Britanniával. Ennek hiánya végzetes gazdasági következményekkel járna az Unióra, mondta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, Magyarország elvárása a tárgyalásokat illetően, hogy az EU nem lehet sértődött pozícióban, mert ha a sértettség alapján tárgyal, nem születhet jó megoldás a számára. A tárgyalásoknak a lehető legátfogóbb, legszélesebb körű szabadkereskedelmi megállapodásra kell irányulniuk. A lehető legszorosabb gazdasági, kereskedelmi, befektetői együttműködésre van szükség, Nagy-Britannia ugyanis fontos gazdasági partnere Magyarországnak, magyarázta. Az LMP szerint a Fidesz egy megszorítás párti politikust segített az Európai Parlament élére, amikor támogatta Antonio Tajani megválasztását a testület elnökének. Meszerics Tamás, az ellenzéki párt EP képviselője és Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja szerint Antonio Tajani európai biztosként és jobboldali olasz politikusként is mindig a megszorítások és a neoliberális gazdaságpolitika követője volt, és az európai emberek helyett a gazdasági lobby érdekeket képviseli. Mellár Tamás közgazdász Pirkadat című műsorunkban elmondta, a piac nem old meg mindent. Az államnak szabályoznia kell azt, de közvetlenül nem befolyásolhatja a piaci folyamatokat. Hangsúlyozta, ő támogatja a vagyonadó bevezetését.
Legalább 38 ember megsérült, amikor a mai napon csütörtökön összeomlott egy toronyház Irán fővárosában, Teheránban. A tragédia egy tűzeset miatt történt. A Plaszko nevű épület 1960-ban épült. Szeptember 24-én tarthatják Németországban a szövetségi parlamenti választást. A kormány Thomas de Maizière belügyminiszter előterjesztésére javasolja Joachim Gauck államfőnek, hogy szeptember utolsó vasárnapjára tűzze ki a Bundestag választást. A szövetségi elnök rendszerint elfogadja a kormány javaslatát, így várhatóan szeptember 24-én választják meg a II. Világháború utáni Németország 19. szövetségi parlamentjét. 16 tartomány közül 15 egyetért a belügyminiszter javaslatával, Berlin viszont ellenzi, mert éppen szeptember 24-én rendezik a 44. Berlin Maraton futóversenyt, amelyen több tízezren vesznek részt, és a verseny miatt le kell zárni a belváros nagy részét, ami megnehezíti a választás lebonyolítását. Rendőrökkel csaptak össze szerda reggel egy izraeli beduin falu lakói, miközben a hatóságok megpróbálták végrehajtani a település engedély nélkül felhúzott épületeinek lerombolásáról hozott bírósági határozatot. A hatósági fellépés során meghalt egy rendőr és az őt állítólag elgázoló beduin férfi, jelentette a Yediot Ahronot. Jakub Musa Abu Al-Kian, az egyik pusztulásra ítélt ház tulajdonosa, a törvényen kívül helyezett iszlám mozgalom aktivistája, autójával a rendőrök felé hajtott, és szándékosan halálra gázolta a 34 éves Erez Lévit. A gázolót ezután lelőtték. Az ázsiai gazdaságoknak a gyenge világgazdasági növekedés közepette is pozitív évük lesz. Az idén várhatóan ismét ez lesz a világ leggyorsabban növekvő térsége, áll az ENSZ által publikált tanulmányban. Az erős belső fogyasztás és a növekvő állami költekezés ellensúlyozta a csökkenő exportbevételt. Ennek köszönhetően Kelet- és Dél-Ázsia gazdaságai 2016-ban 5,7%-kal bővültek, hasonlóan az előző évhez. A világgazdasági növekedés viszont mindössze 2,2% volt tavaly, ami a 2008 óta eltelt időszak leggyengébb teljesítménye. Csökkent az Audi Hungária Motor Kft. Teljesítménye 2016-ban. 2015-höz képest 95.882 motorral és 37.231 járművel kevesebbet gyártott a cég. Az Audi tavaly nyár végén jelentette be, hogy ideiglenesen, amíg nem kezdik el a Q3-as modellt gyártani, átcsoportosítja 850 munkatársát. Decembertől három műszakról átálltak a két műszakos munkarendre. 550-en a pozsonyi gyárba járnak dolgozni, 300 dolgozó pedig a motorgyártásban kapott munkát. Marco van Basten, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség technikai igazgatója, jégkorongos mintára szétlövést javasol 2026-ban a 48 csapatos világbajnokság csoportszakaszában a döntetlenre álló mérkőzések eldöntésére. A FIFA 9 nappal ezelőtt közölte, hogy 9 év múlva minden eddiginél nagyobb mezőny lesz a VB-n, és az első körben a csapatok várhatóan 16-3-as csoportban küzdenek majd meg. Gianni Infantino FIFA elnök azzal az ötlettel állt elő, hogy már a csoportszakaszban megszűnhetne a döntetlen, és egyenlőállás esetén büntető párbajban dőlne el a csata. Van Basten ugyanakkor a Sport Bild című német lapnak új javaslatot vetett fel. A szétlövés során minden csapat ötször próbálkozhatna úgy, hogy egy-egy játékos 25 méterről rávezeti a kapusra a labdát, és 8 másodpercen belül lő, mondta a holland Európa-bajnok csatár. Most pedig az időjárásról röviden. Csütörtökön a kötfoltok feloszlása után északon napos, délen változóan felhős idő lesz a jellemző. Csapadék nem várható. Helyenként megélénkül az észak-keleti északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet délen -4, -8, északon -7 és -14 fok között alakul, de a derült hóval borított területeken -15, -20 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0, -6 fok között várható, északon lesz a hidegebb. Ma reggeli interjúink ismétlését megnézhetik az Esti Híradó után kezdődő Pirkadat Extra című műsorunkban. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brauerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Én megköszönöm szíves figyelmüket, szép napot kívánok, viszontlátásra!